A Krónikák első könyve, hatodik rész. Lévi leszármazottai, Gérsón és Merári utódai. Lévi fiai Gérsón, Kehát és Merári voltak. Név szerint ezek voltak Gérsón fiai, Libni és Sími. Kehát fiai voltak, Amrám, Jichár, Hebron és Uziél. Merári fiai Mahli és Músi voltak. Ezek Lévi nemzetségei, családjaik szerint. Gérsón fia Libni, ennek a fia Jahat, ennek a fia Zimmá, ennek a fia Jóáh, ennek a fia Iddó, ennek a fia Zerach, és ennek a fia Jeotraj. Kehát utódai voltak, az ő fia Amminádáb, ennek a fia Kórah, ennek a fia Asszér, ennek a fia Elkáná, ennek a fia Ebjászáv, ennek a fia pedig Asszér ennek a fia Tahat, ennek a fia Úriél, ennek a fia Uziá, és ennek a fia Saul. Elkáná fiai Amászaj és Ahimót voltak. Ennek a fia Elkáná, ennek a fia Cófaj, ennek a fia Nahat, ennek a fia Eliáb, ennek a fia Jeruhám, ennek a fia Elkáná, ennek a fia Sámuel. Sámuel fiai, jó él volt az elsőszülött, a a második. Merári utódai voltak Mahli, ennek a fia Libni, ennek a fia Simi, ennek a fia Uzzá, ennek a fia Simá, ennek a fia hagiá és ennek a fia Aszájá. A Léviták szolgálata Ezeket bízta meg Dávid, hogy az úrházában vezessék az éneklést, miután elhelyezte ott a ládát. Ők végezték az éneklés szolgálatát, a kijelentés sátrának a hajléka előtt, amíg Salamon föl nem építette az úrházát Jeruzsálemben, szolgálatban állva a rájuk vonatkozó rendtartás szerint. Ezek álltak szolgálatban fiaikkal együtt, a kehátiak fiai közül Hémán, az énekes, aki Jóél fia, aki Sámuel fia, aki Elkáná fia, aki Jeróhám fia, aki Eliél fia, aki Tóak fia, aki Cúf fia, aki Elkáná fia, aki Mahat fia, aki Amászhaj fia, aki Elkáná fia, aki Júél fia, aki Azarjá fia, aki Cefanyá fia, aki Tahat fia, aki Asszír fia, aki Ebiászá fia, aki Kórak fia, aki Jíchár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, aki pedig Izrael fia volt. Testvére Ászáf állt a jobbján. Ászáf Berekjá fia volt, aki Símá aki Mikáél fia, aki Balszéjá fia, aki Malkíjá fia, aki Etné fia, aki Zerach fia, aki Adájá fia, aki Étán fia, aki Zimmá aki Simí fia, aki Jahat fia, aki Gérsón fia, aki Lévi fia volt testvéreik, Merári fiai balfelől voltak. Étán, Kísi fia, aki Abdí fia, aki Mallúk fia, aki Hasabjá fia, aki Amacjá fia, aki Hilkijá fia, aki Amci fia, aki Báni fia, aki Semer fia, aki Mahli fia, aki Músi fia, aki Merári fia, aki Lévi fia volt. Testvéreikre a lévitákra volt bízva mindenféle szolgálat az Istenházának hajlékánál. Az áldozatokat azonban Áron és fiai mutatták be az égő áldozati és az illat áldozati oltáron, továbbá ők végeztek minden teendőt a szentek szentjében, és ők szereztek engesztelést Izraelnek, mindenben úgy, ahogy a Mózes az Isten szolgája megparancsolta. Áron utódai ezek voltak. Eleázár volt a fia, ennek a fia Finás, ennek a fia Abisúa, ennek a fia Buki, ennek a fia Uzi, ennek a fia Zerahá, ennek a fia Merájót, ennek a fia Amarjá, ennek a fia Ahitúb, ennek a fia Cádók, és ennek a fia Ahimaac volt. A léviták városai. Ezek voltak a lakóhelyeik, a területükön levő sátortáborok. Áron fiai közül a kehátiak nemzetségének, mivel a sorsolás révén nekik jutott, odaadták Júda földjén Hebront, a körülötte levő legelőkkel együtt. De a város és falvait Kálébnak, Jefunne fiának adták. Áron fiainak adták a menedékvárosokat, Hebront, Libnát és legelőit, Jattírt és Estemúát és legelőit, Hílészt és legelőit, Debírt és legelőit, Ásánt és legelőit, Bécsemest és legelőit. Benyámin törzséből pedig Gebát és legelőit, Álemetet és legelőit, Anátótot és legelőit. Nemzetségeiknek összesen tizenhárom városuk volt. Kehát többi fiának, akik a törzs nemzetségéből még hátra voltak, 10 város jutott sorsolás útján Efraim törzséből, Dán törzséből és Manassé törzsének a feléből. Gerson fiainak nemzetségeik szerint 13 város jutott Isakár törzséből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Manassé törzséből básámban. Merári fiainak nemzetségeik szerint 12 város jutott sorsolás útján Rúben törzséből, Gád törzséből, és Zebulon törzséből. Így adtak Izrael fiai a lévitáknak városokat és legelőket. Sorsolás adták oda Júda fiainak törzséből, Simeon fiainak törzséből és Benyámin fiainak törzséből ezeket a név szerint megnevezett városokat. Kehát fiainak többi nemzetsége Efraim törzsétől kapta meg a nekik kisorsolt városokat. Nekik adták át az alábbi menedékvárosokat, Sikemet és Legelőit, Efraim hegyvidékén, Gézert és Legelőit, Jokmeámot és Legelőit, Béthóront és Legelőit, Ajálont és Legelőit, Gatrimmont és Legelőit, Manassé feletörzséből Ánért és Legelőit, meg Bileámot és Legelőit. Ezeket adták kehát többi fia nemzetségének. Géson adták Manasé féltörzsének a nemzetségeiből, Básánban Gúlánt és Legelőit, Astárótot és Legelőit, Issakár törzséből Kedest és Legelőit, Dáberatot és Legelőit, Rámótot és Legelőit, meg Ánémot és Legelőit, Ásér törzséből Másált és Legelőit, Abdont és Legelőit, Húkókot és Legelőit, Rehóbot és Legelőit, Naftáli törzséből, Galileában kedest és legelőit, Hammont és legelőit, Kirjátaimot és legelőit. Merári többi fiának Zebulon törzséből Rimmónót és legelőit, Tábort és legelőit, a Jordánon túl, Jerikóval szemben a Jordántól keletre eső részen, Rúben törzséből a pusztában Becert és legelőit, Jachcát és legelőit, Kedémótot és legelőit, Méfaatot és legelőit, Gát törzséből, Giládban rámótot és legelőit, Mahanaimot és legelőit, Hesbont és legelőit, Jazért és legelőit.